múltból tudunk építkezni, akkor lesz fényes jövőnk, ha ismerjük múltunkat, az abból megtapasztaltakat felhasználjuk a mindennapjainkban, és beépítjük majd a jövőnkbe. Bonyhádon szombat délelőtt megnyitóval vette kezdetét a lánglovagok találkozója, amelyet idén 12. alkalommal rendeztek meg. A világháborús hősökről koszorúzással emlékeztek meg. Szabó Tibor alpolgármester elmondta, az elmúlt hetekben újították fel az első világháborús emlékművet, amelyet a szennyeződésektől, moháktól megtisztítottak, valamint impregnálást is kapott. Az önkormányzat is támogatja a hagyományőrző, illetve tűzoltó egyesületeket. Valóban a tűzoltó egyesületeknek, illetve a katonai hagyományőrzőknek a találkozójáról van szó. A Bonyhádváros önkormányzata a önkéntes tűzoltó egyesületet az idén 6 millió forinttal támogatta. Azt a tűzoltó egyesületet, azt az önkéntes tűzoltó egyesületet, aki az idén éppen 150 éves, és nem oly rég köszöntöttük őket a megyei tűzoltó nap alkalmával. Györfi Attila társszervező fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerjék a tűzoltók, valamint a rendvédelmi szervek alázatos munkáját. A rendezvénynek a struktúrája és menete az nem tért el az elmúlt 12 év hagyományai alapján. Nagyon fontos számunkra, hogy bemutassuk a hagyományőrzés keretein belül a fiataloknak a nemzetidentitás tudatát, illetve azt, hogy a rendvédelmi szerveknek a munkáját ők milyen úton módon tudják segíteni, esetleg a későbbiek folyamán milyen úton módon tudnak csatlakozni hozzá. Reggel 9 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitóval, amelyen részt vettek a Tolna megyei rendvédelmi szerveknek a vezetői, illetve a hagyományőrzők. 9 órai megnyitás után 9:30-kor a város területén fölvonultak az önkéntes tűzoltó egyesületek berkein belül a gépjárművek, illetve a hagyományőrző járművek a város területén. 10 órakor megkoszoroztuk az első és második világháborús emlékművet, ugyanis nagyon fontos számunkra az, hogy ne csak mulassunk és szorakozzunk, hanem az őseink emlékeit méltóképpen meg tudjuk ünnepelni. Utána mentek a statikai bemutatók a tábor területén, aminek ráadásul két program eleme is volt, a rendvédelmi szerveknek a bemutatói, itt gondolok a technikai sátrakra, mivel a rendőrség, a BV intézet, illetve a katasztrófavédelem jelen volt, és gondolok a másik, a tematikus tábor részekre, ahol a katonai hagyományőrzők mutatták be a 19. századtól napjainkig, hogy milyen is volt a katonai élet. Ezek mellé párosultak ugye a járműveik és a technikai eszköz bemutatói. Ami nagyon fontos, hogy nekünk az elhunytak a emlékének az őrzése, sajnos egy évről évre egyre több olyan van, akinek személyesen ismerjük az életútját, és sajnos már nem lehet közöttünk, és minden évben ültetünk életfát, idén is ültettünk. Ilyen gyereknap is van, a gyerek ahhoz, a rendezvény az egész 3 nap, amíg tart a fesztivál ideje, ingyenes, de a gyerekeknek külön programokkal készülünk, ebben a segítségünkre van az Angyal Hívó Egyesület, akik palacsinta sütéssel, futóversennyel, gyerek saroknak a kialakítását segítik a mi munkánkat, illetve a hagyományőrzők és a tűzoltó egyesületek azzal, hogy a tűzoltó szereknek a bemutatását a gyerekek kipróbálhatják, hogy milyen lenni kis tűzoltónak, kipróbálhatják, hogy milyen lenni kis katonának. A gyerekeknek habpartival készültek, az estet pedig koncertek zárták. Vasárnap a veterán járműveket csodálhatták meg azok, akik ellátogattak a vásártérre.